Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai webináriumon, amelynek témája a közgyűjtemények digitális tartalomszolgáltatása. Farkas André vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa. Magyarország digitális oktatási stratégiájának megvalósításával párhuzamosan fut és 2025-ig tart a közgyűjtemény digitalizálási stratégia, melynek szakmai támogatását végeztem az elmúlt években, és végezni fogom a következőkben is a DPMK berkein belül. E tevékenység közben nagyon sok pedagógiai szempontból jól hasznosítható megoldást ismertem meg, amelyeket szeretnék nektek is bemutatni. Remélem, hogy nem csak a jelenlegi helyzetben, amikor az oktatás digitális munkarendre állt át, tudjátok haszonnal beépíteni majd a tanítás-tanulási folyamatba ezeket az oldalakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat, hanem a későbbiek során is sikerrel használjátok majd a tanulók 21. századi fejlesztése érdekében. Először egy kis aktivitást szeretnék tőletek kérni. Lépjetek be a menti.com oldalra, és írjátok be a 23204-es kódot. Szeretném megtudni, hogy milyen digitális közgyűjteményeket ismertek. Amíg kitöltitek a menti.com oldalon a kérdést, a kérdőívet, addig én elmondom, hogyan épül fel ez a mai webinárium. Először arról fogok beszélni, hogy miért érdemes a tanulási folyamatot digitális közgyűjteményekkel támogatni. Majd arról lesz szó, hogy hol tart a közgyűjteményi digitalizálási stratégia, és az együttműködés során milyen problémákat és ebből fakadó feladatokat tártunk föl, amikor a közgyűjtemények digitális szolgáltatásait oktatási szempontból elemeztük. A webinárium fő témája azoknak az oktatási aloldalaknak a bemutatása, amelyek már most is elérhetőek, és nagyon jól beépíthetőek a tanítási folyamatba. Majd arra térnék ki, hogy hogyan lehet ezeket a közgyűjteményi tartalmakat praktikusan közvetíteni a tanulók számára, és hogyan lehet például egy olyan digitális tanösvényt készíteni, mint amit itt jobb oldalon is láttok, vagy milyen más egyéb javaslataim vannak a közgyűjteményi tartalmak beépítésére a forrásközpontú tanulás támogatására. Nézzük meg a Mentimeter eredményeit. Nagy örömömre szolgál, hogy azt látom, hogy már most is nagyon sok közgyűjteményi tartalmat ismertek. A kitöltésben szerepel a Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum, a NABA, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Science Múzeum, az Arcanum kézikönyvtárnak az anyaga, és még számos más közgyűjteményi tartalom is. Remélem, hogy fogok tudni nektek újat mutatni majd a mai webináriumon is. Kifejezetten oktatási aloldalakra fogok koncentrálni, és az előadást úgy építettem föl, hogy alapvetően aloldalakat mutatok be, és azokat a korosztályi ajánlással, illetve tantárgyi összefüggéssel is ellátva szeretném prezentálni. Először tehát beszéljünk arról, hogy miért is érdemes a tanulási folyamatot digitális közgyűjteményekkel támogatni. Elsősorban mondandóm lényege most nem arra koncentrál, hogy az általános műveltséget milyen nagy mértékben támogatja, és mennyire fontos a nemzeti értékeink és múltunk megőrzése a nemzeti tudat szempontjából ezeknek a műtárgyaknak, műkincseknek az ismerete. Nem inkább arra koncentrálnék, hogy a 21. századi készségfejlesztés során, digitális kompetencia fejlesztés során sokat beszélünk arról, hogy a tanulókat meg kell tanítanunk arra, hogy hogyan keressenek rá információkra a neten, hogy azokat hogyan szűrjék meg, hogyan rendszerezzék és hogyan építsék be a saját előzetes ismereteikbe, hogyan építkezzenek, hogyan konstruáljanak új ismereteket belőlük. A közgyűjteményi tartalomszolgáltatás nagyon jól támogatja a forrásközpontú tanulást,
ami azért izgalmas terep, mert aktivitást vár a gyerekektől. Bizonyára ti is tapasztaljátok, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor az oktatás távoktatási formában működik, akkor az az analóg környezetben megszokott pedagógiai módszertan nem feltétlenül hatékony, nem igazán jól motiválja a gyerekeket. Ajánlom számotokra azt, hogy a különböző ismeretelemeket közgyűjteményi tartalmak bevonásával és forrásközpontú tanulás során kollaboratív módon, egyéni megoldásokkal és produktummal a végén adjátok. Mert eközben a gyerekek nagyon jól megtanulják, hogy hogyan menedzseljék az információt. Megtanulják azt is, hogy az előzetes tudáshoz igazítsák az ismeretszerzést. Hiszen ha nagyon alaposak, akkor addig kutatnak az információ után, amíg nem marad homályos pont az ismeretben. Ha egy-egy probléma mentén kell ezt a kutatást végigvinniük, akkor fejlődik a gondolkodásuk és a probléma megoldó készségük. És hogyha egy ilyen feladatnak a vége egy olyan eredménytermék, amit digitális eszközökkel kell alkotni, akkor a kreativitásuk és a digitális alkotóeszköz használatuk is jelentősen javul. Valamint ha csoportmunkában adjátok ki a feladatokat, akkor a kollaborációs készség is remekül fejleszthető. Hogy hol tart a közgyűjteményi digitalizálási stratégia? Ahogy már említettem, 2017-ben indult és 2025-ig tart. De már jóval előtte elkezdődött a közgyűjtemény digitalizálása, csak más szempontrendszer alapján. Korábban az állományban védelmi rangsor dominált. Ez azt jelenti, hogy a legveszélyeztetettebb és a legértékesebb tárgyak kerültek először digitalizálásra. Veszélyeztetettnek számított például egy olyan tárgy, mondjuk egy oklevél, amelyen kezdett elhalványulni az írás, vagy szerte foszlani a papír. Ezeket előre vették a digitalizálás során. Természetesen ez a szempont ma is megvan, viszont a közgyűjtemény digitalizálási stratégiában, röviden csak KDS-nek hívunk, fókuszba kerültek a legnagyobb érdeklődésre számot tartó tárgyak, és a központi célközönsége ennek a stratégiának a köznevelés, a köznevelés az oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok lettek. Amikor elkezdtük ezt a szakmai együttműködést, akkor nagyon sok vizsgálatot, megbeszélést tartottunk a tekintetben, hogy a közgyűjtemények is jól tudják értelmezni, hogy az oktatásnak mire van szüksége. És olyan megállapításokat tettünk, hogy például a szabályozási környezet megfeleltetése közül tartalmaknak egy nagyon fontos szempont. Ugyanis, hogyha ezek a digitalizált műtárgyak elsősorban múzeumi szempontrendszernek megfelelően múzeológusok, kutatók, régészek, restaurátorok szempontrendszere alapján van csak úgynevezett metaadatokkal ellátva, akkor az oktatás nem feltétlenül tudja értelmezni azt, hogy milyen tantárgyi összefüggésben, milyen tématerülethez, fogalmi rendszerben fogja tudni használni azokat a tárgyakat. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy egy úgynevezett köznevelési metaadat gazdagítási folyamatot indítsanak el a közgyűjtemények, amelyekben a digitalizált műtárgyak leíró rendszerét a szabályozási környezet fogalmaival egészítik ki. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy olyan fogalmakra, tantárgyakra, korosztályokra is rátalálhassanak a pedagógusok a tanulók könnyen, amely számukra releváns tartalmakat biztosít. Támogatjuk azt, hogy a digitalizálásnál az úgynevezett highlights termékek kerüljenek előre. Tehát azok a mindenki számára nagyon fontosnak tartott top műtárgyak, amelyekből kialakítható a
magyar nemzeti identitása, történelmről való gondolkodás és az általános műveltségnek a része. Korábban mondjuk elképzelhető volt, hogy fontosnak tartották egy cserépedény egy darabjának háromdimenziós megjelenítését és ennek közzététételét. Kutatói szempontból ennek nagyon nagy hozzáadott értéke volt és van, azonban az oktatás például az ilyen jellegű tartalmakat nehezen tudja értelmezni. Támogatjuk azt is, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára differenciált tartalmakat közvetítsenek. Ez nem csak azt jelenti, hogy az érzékszervi és testi fogyatékossággal élők számára akadálymentesítsék ezeket a digitalizált tárgyakat, hanem azt is, hogy például a szövegértési nehézségekkel küzdők számára úgynevezett könnyen érthető kommunikációval magyarázzák a műtárgyaknak a jelentőségét, hogy mindenki meg tudja érteni azt, hogy miért fontos, jelentős az az adott műtárgy, és mik az vele kapcsolatos érdekességek, hogyan kapcsolódik ez az adott műtárgy a magyar történelemhez, művelődés történethez, kultúrtörténethez. Szeretnénk azt is, hogy ezek a műtárgyak ne csak önállóan például egy fényképként jelenjenek meg ezeken a közgyűjteményi tartalmakon, mert így nagyon nehéz összefüggéseiben meglátni és elindulni a kutatás útján a tanulóknak és a pedagógusoknak, hanem a hozzáértő szakemberek, akik már évek, évtizedek óta foglalkoznak azzal az adott tárgyal, helyezik azt kontextusba, és a hozzá kapcsolódó többi műtárgyal, műtárgyleírással, elemzésekkel, egyéb más kontextusba hozható objektumokkal együtt szerepeltessék, hogy így aztán több irányba el lehessen indulni, amikor fel akarjuk tárni annak a műtárgynak a jelentőségét, vagy megismerni azt a történelmi korszakot. A közgyűjteményi tartalmak digitalizálása során fontos szempontnak tartjuk azt is, hogy a pedagógusok is kapjanak módszertani segítséget egy-egy műtárgy feldolgozásához. Ezért azt szeretnék elérni, hogy a pedagógiai vonatkozású tartalmak, óratervek, tematikus tervek, projekttervek, problémafelvetések, fogalmi rendszerek is felkerüljenek a műtárgyak közzététele során. Amikor ezt az együttműködést megkezdtük, akkor végeztem egy relevanciakutatást kerettantervi témakörben szereplő témával kapcsolatban. Szent Istvánra kerestem rá, és képeket kutattam. Azt tapasztaltam, hogy a Google-ben 10 millió találat van Szent Istvánra, a Hungarikánán 616 ezer, az Európán a gyűjtő oldalon pedig 2249 találat. Ezek a számok már önmagukban is nagyon nagy számok, tehát nagyon nehéz lenne 10 milliós találaton kutatást végezni egy 12 éves tanuló számára. És akkor mit teszünk ilyenkor? Ugye az első 5 találat között megnézzük a fontosabbakat, de akkor azzal kell szembesülnünk, hogy például a jelen kutatás során a Google találati listáján az 5. helyen Szent László termája szerepel. Ez visszautal arra a problémára, amit korábban jeleztem, hogy a digitalizált műtárgyak a közzététel során nincsenek ellátva sok esetben olyan nevezett metaadatokkal, ami a szabályozási környezettel megteremtenék az összhangot, tehát ezért is nagyon fontos, hogy ez a bizonyos közgyűjtemény metaadatolás, ez köznevelési értékkészlet alapján is történjen, mert különben olyan típusú problémákba is belefutunk, mint például itt a jobb alsó sarokban látható Európána oldal, amely egy kalocsai iparcikk volt fotóját mutatja, amely a Szent István található. Ez a 12.
oldalon keresztül. Ahogy említettem, szeretnék nektek segítséget nyújtani oktatási oldalak, aloldalak bemutatásában. A gyűjteményt, amelyet összeállítottam a mai webináriumra, úgy alakítottam ki, hogy táblázatos formában fogjátok majd látni a prezentációban ezeket a tartalmakat, amelyekben szerepelnek az elsődlegesen ajánlott korosztálynak az évfolyamai, az, hogy mennyi ingyenesen elérhető tartalom van már digitalizálva, mik a legfontosabb megoldások pedagógiai szempontból, és hogyan tudjátok ezeket elérni. Szektoronként, ágazatonként gyűjtöttem össze ezt a kínálatot, és akkor először a múzeumokkal kezdünk. A Magyar Nemzeti Múzeum a közgyűjteményi digitalizálási stratégia megvalósításában a magyarországi múzeumokat fogja össze, ebben partnere a Szépművészeti Múzeum. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertan és Információs Központja, az OMMIC üzemelteti a MúzeumMap nevű szolgáltatást. A MúzeumMap-en 34 múzeum, 300 ezer műtárgya látható. A szolgáltatások közül kiemelnék néhányat, elsőként a My MúzeumMap nevű szolgáltatást. Regisztráció után vehetitek igénybe a szolgáltatást. A legördítettek a más felhasználók által publikusan nyilvánított galériák megjelenítése alá, akkor itt látjátok, hogy saját galéria, saját prezentáció és egy menüsor is szerepel. Nagyon könnyen és gyorsan tudtok saját galériát készíteni, úgyhogy elindítjátok a keresést. Itt most mondjuk rákeresek Fechner Ödönre. Választhatom azt az opciót, hogy csak képpel keresek, vagy mindenféle keresek. Én most a csak képpel keresőt választottam. És úgy tudjátok a galériába beilleszteni ezeket a találatokat, hogy a képek alján lévő jobboldali kis csillagot bejelölitek, egy új galériát elneveztek, adtok hozzá leírást, most nem választom a publikus opciót, és készítetek egy galériát, majd hozzáadjátok. Amiket szeretnétek, azokat egyszerű kattintással be tudtok vinni a galériába, és amikor úgy döntötök, hogy a válogatást befejezitek, és visszamentek a saját galéria menüpontba, akkor itt láthatjátok a Fechner galériát. Választhatjátok tehát a publikus vagy a rejtett funkciót, le tudjátok menteni, akár meg tudjátok szüntetni, le tudjátok tölteni, vagy virtuális kiállítást tudtok belőle csinálni. Ha a virtuális kiállítást csináltok, akkor itt az oldalon tudtok lapozni a kiválasztott képek között. Ha letöltitek, választhattok formátumot, PDF-et vagy PPT-t. Ha a PPT-t választjátok, akkor egy logózott PPT azonnal elkészül, ami azért izgalmas, mert a fotó mellett annak a leíró rendszerét is azonnal mutatja, és azt a forrást is egy link formájában, ahonnan az a kép származik. A saját galéria és saját prezentáció készítés mellett a quiz mutatnám még meg nektek, mert ez egy izgalmas dolog, hogy a
300 ezer műtárgyból, amit közzétettek, ezen az oldalon egy ilyen alkalmazás segítségével kiválaszt egy-egy műalkotást számunkra ez a lehetőség. Egy nemrég elindult kezdeményezés a Töritár online oktatás segítő tartalmak történelmérettségihez oldal. Ezen az oldalon már 4 2020-as történelmérettség témakör alapján gyűjtöttek össze tartalmakat, nagyon-nagyon jó válogatást. Na, például a reform, forradalom és szabadságharc Magyarországon címet megnézzük, akkor láthatjuk, hogy milyen gazdag a kínálat. Fotókat találhatunk, és a fotók alatti linkek mindig egy a témával kapcsolatos tematikus bővebb gyűjtést mutatnak képekből, gyűjteményekből. Találhatunk itt például YouTube linket kapcsolódó filmmel, amelyhez feladatot társítottak. A Pákozdi csata egy-egy jelenet is megnézhetjük. Vagy például az ágyúöntésről is nézhetünk egy rövid kis videót. Mindenképp érdemes, tehát különösen érettségizőknek ezt az oldalt megnézni. Izgalmas lehet például ez a színkereső alkalmazás is, ami egy elég gazdag színpalettán lehetőséget kínál arra, hogy egy adott színt kiválasszunk, és akkor a 300 ezer digitalizált műtárgy közül azokat a találatokat hozza föl a rendszer, amelyekben ez a szín előfordul. Nagyon sok kreatív pedagógiai megoldást is lehet ez a lehetőség. Tovább megyünk a Petőfi Irodalmi Múzeum kínálatára. A Petőfi Irodalmi Múzeum, vagy ahogy röviden mondjuk PIM, gárdája egy nagyon fiatalos, aktív csapat, akiknek a múzeumban lévő kiállításai is nagyon izgalmasak és interaktívak. Ehhez hasonlóan a digitalizált szolgáltatásai kínálatuk is rendkívül sokszínű és izgalmas lehetőséget rejt. Most nem a pim.hu oldalra megyünk föl, ahonnan az összes szolgáltatás elérhető, hanem egy kicsit mélyebbre kalauzollak benneteket. Például elsőként a DIA oldalára. Ha a kortárs szerzőről, íróról szeretnétek bővebb információt szerezni, vagy azt szeretnétek, hogy a tanulóitok egy-egy kortárs szerzővel kapcsolatban utasson, akkor ajánlom számotokra a Digitális Irodalmi Akadémia oldalát. Ha itt egy kortárs szerző nevére kattintok, és most például Tandori Dezsőire, akkor láthatjátok, hogy mindent gyűjtöttek össze egy-egy oldalra. Itt Tandori művei, drámái, esszéi, levelei, rajzai, gyermek és ifjúsági művei mellett az életrajza, a bibliográfiája, szakirodalom, hangfájlok, róla készült festmény, fotók, saját versének elmondását egy videón láthatjuk, a kötetei borítói is látható, nagyon érdekes a kétirataiból készült digitalizált gyűjtemény, részt vettünk egy virtuális kiállításon, szakértők túlából olvashatunk elemzéseket, és még olyan kapcsolódó tartalmakat is összegyűjtöttek ide, mint például a videutóriumnak az előadásait. Mindenképp ajánlom figyelmetekbe. A hanganyagok nem csak érettségizőknek oldalon, 19. századi magyar irodalommal, drámával és színházzal kapcsolatos elemzéseket olvastok, vagy hallgathattok, például az ember tragédiájával, Ibsen Nórájával, vagy a Vágbánnal kapcsolatban. Nagyon érdekes kísérlet a
chat kaleidoszkóp. Ez lényegében arról szól, hogy összesen 10 chat novellát dolgoztak fel, és a novellák egyes szavaihoz dallamokat, zörejeket, effekteket társítottak. Ezeket külön egységenként kezelik, novellánként, és lehetőséget teremtenek arra, hogy átalakítsuk őket, és ezáltal saját hangmixünket megalkothassuk. Itt láthatjátok azokat a hangeffekteket, amelyeket hozzá illesztettek az adott novellához, ezeket tudjátok változtatni, és van lehetőségetek arra, hogy ezt lementsétek, és meg is tudjátok. A gyerekeknek szól című oldalon kortárs szerzők saját műveiről olvasnak fel. Például meghallgathatjátok itt Varró Dani, hogyan mesél el egy részletet, nem azt. Az Arany 200 oldal arany születésének 200. évfordulója alkalmából készült, és 200 kortárs szerzőt, írót, híres embert, színészt kérdeztek meg aranyhoz való viszonyáról. Mindenképp érdemes belehallgatni, mert sokkal személyesebb élményeket közvetítenek aranyról, mint hogyha egy tanulmányt olvasnak el a gyerekek. Ezután a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kínálatát nézzük meg. Több kezdeményezés is elindult már a Szép Művészeti Múzeummal együttműködésben. Nagyon izgalmas fejlesztéseik vannak, amelyek közül már több most is hozzáférhető. A szépművészeti.hu oldalra megyünk fel, akkor láthatjuk, hogy most a karantén helyzet idejére elindítottak egy Művészet otthonról című sorozatot. Ebben olyan érdekes dolgok vannak, mint például kézek játékok, vagy például virtuális kiállításokat is bejárhatunk. Különböző témákhoz kapcsolódóan. Ezek a témák is már önmagukban nagyon izgalmasak, filmkockák a falon, uralkodók nyomában, a viaszpalota kincsei, a betegek védelmezője nyomában. És láthatjátok, hogy például az egyiptomi mítoszok nyomában című tematikus gyűjtésnél gyerekeknek szóló tartalmak is vannak. Letölthető színezőket is találtok ezen az oldalon például. Van egy alkos otthon menüpont is. Szintén ajánlok a figyelmetekbe. Itt például olyan lehetőség van, hogy megtanítanak bennünket rajzolni. Rüel. Lukasz Kramach, és ezeket is tudunk innen letölteni. Ajánlom figyelmetekbe, hogy csatlakozni tudtok itt múzeumi baráti körhöz is. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a Szép Művészeti Múzeumnak is van egy pályázati lehetősége, melyet hétről hétre minden pénteken meghirdet. A közösségi médiákon is nagyon népszerű mostanában ez a lehetőség, hogy hogyan lehet műtárgyakat otthoni környezetben leképezni, megjeleníteni. Ők pénteken fölraknak 4 műalkotást a Szép Művészeti Múzeum kollekciójából, és arra várják a beérkező pályaműveket, akik között értékes nyereményeket osztanak ki. Például ezen a héten ilyen izgalmas megoldások születtek műtárgyfeldolgozásokra.
Az mng.hu oldalára, hogyha felmegyünk, ez ugye a Magyar Nemzeti Galéria oldala, akkor itt kiemelném azt, hogy van egy olyan kezdeményezése a Szépművészeti Múzeumnak, a Magyar Nemzeti Galériának, hogy már kifejezetten a középemény digitalizálási stratégia köznevelési szempontrendszere alapján híres műtárgyat választott ki egy galériába, amelyet már köznevelési szempontból próbált feldolgozni. Például Munkácsi Mihály honfoglalás című képére kattintva láthatjuk a menüsort, hogy látható itt egy elemzés, görgetéssel vezérelhető interaktív bemutató a festményről, a vizuális kultúra és a történelmi és magyar irodalom tantárgyhoz kapcsolódó szertani támogatás és nagyítható képfunkcióban. Egy másik kísérlet, szintén KDS megvalósítás, hogy egy-egy galériát, egy-egy kiállító termet hogyan lehet úgy bejárni, hogy el sem hagyjuk az otthonunkat. A baloldali menüsorban látható számok alapján tudjuk váltogatni a teremnézeteket, és ott, ahol betűt, vagy pedig ilyen kis fehér karikát láthatunk, ott bővebb tartalomra is lelünk. Hogyha egy ilyen találatot megnyitok, akkor láthatom, hogy itt egy oktatás menüpont nyílik föl. Részletes információk és az oktatás között tudok váltogatni. Ez már egy olyan típusú megoldás, ami az oktatásban résztvevő tanulók számára egy közérthető leírás, műtárgy leírást közvetít. Most átmegyünk egy másik ágazatra, méghozzá a filmarchívumokra. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával is nagyon jó az együttműködés. Most a karantén helyzetre való tekintettel 90 filmklasszikus tettek teljes egészében hozzáférhetővé. Ezeknek az online filmklasszikusoknak a kiválasztása kifejezetten oktatási szempontból történt. Ha végignézitek a kínálatot, akkor irodalmi klasszikusok, adaptációi, történelmi válogatások és ifjúsági filmek szerepelnek itt. Az irodalmi adaptációk kiválasztásánál kifejezetten figyeltek arra, hogy a kerettantervben ajánlott irodalmi művek filmes adaptációk kerüljenek ide. A történelmi témájú filmek kínálata is nagyon széles. A gyermek és ifjúsági filmek között is nagyon izgalmas lehetőségek vannak, amelyeket mindenképp tudok ajánlani nektek. Ahogy látjátok, most az alapfilmek.hu oldalon vagyunk, ahol már több mint 300 filmet dolgoztak föl. Ezek többsége olyan filmrészlet, ami teljes egészében ugyan nem hozzáférhető, de nagyon jó a feldolgozása, a módszertani támogatás ezen az oldalon. Ha végignézitek a menüsort, akkor látjátok, hogy tanároknak menüsorban például filmes tanórák menüpont alatt már témákhoz rendelt tanórai feldolgozásokkal találkozhatok. Például Fábri Zoltán életművét az embernek lenni az embertelenségben témaköré rendezi, és morális kérdésekről esik itt szó részletek megtekintése során. Ha belementek egy ilyen témába, akkor a feldolgozásnak a módszertanát láthatjátok. Például itt egy előadással indulunk. Támpontot kapunk ahhoz, hogy milyen korosztály számára készült ez a válogatás, mennyi a feldolgozás időtartama, milyen az óra feladatrendszere, milyen tantárgyakhoz kapcsolódik, és milyen kulcsfogalmakat jár végig. A filmrészletekhez kapcsolódóan kérdések vannak, illetve olyan fogalmi rendszer, ami segíti ezeknek a problémaköröknek a részletesebb, alaposabb feltárását. Nagyon jó válogatásokkal találkoztok itt.
Ha visszamegyünk a tanároknak szóló menüpontba, akkor van egy másik lehetőség a filmek és tantárgyak menüpont, almenüpont, ahol viszont a tantárgyi összefüggések szerepelnek először, tehát itt az irodalomhoz, a médiához és a történelemhez kapcsolódó filmeket tudjátok megtalálni. A diákoknak menüpontban van egy izgalmas lehetőség, a top 10. A filmarchívum munkatársai de olyan válogatásokat készítettek, amelyekről úgy gondolják, hogy felkeltheti a tanulóknak a figyelmét. Például ebben most három válogatás van, ilyen például a 10 csók jelenet a magyar filmben. Van egy kvíz lehetőségük is. Ha olyan filmet választotok, amelyhez kvíz is tartozik, akkor mindenki ajánlom figyelmetekbe ezt az oldalt, ahol egy interaktív kvíz segítségével számos izgalmas új ismeretet is szerezhettek. Külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a menüpontban található egy ilyen is, hogy címkék. Korábban szó volt arról, hogy a közgyűjteményi tartalmaknak az úgynevezett metaadat gazdagítása oktatási szempontból még nehezen értelmezhető. A filmarchívum már korábban megkezdett egy olyan munkát, ahol úgynevezett címkerendszerrel látta el a filmeket. Ennek köszönhetően a címkék összehúzzák azokat a tartalmakat, amelyek azt a kiegészítést megkapták. Így például a kamaszkorral kapcsolatban 17 filmet gyűjthetünk össze, amelyek például egy osztályfőnöki óra egész tartalmát egész évben tudják egészíteni. A következő archívum a Nemzeti Audiovizuális Archívum. Itt a közszolgálati médiának az adásait tematikus gyűjtésben láthatjátok. A röviden csak NAVÁ-nak hívott szervezet a vírushelyzetre való tekintettel pár hetet tette közzé az oktatáshoz használható szabad hozzáférésű műsorszámok című oldalát, amelyen tantárgyakhoz rendelve televíziós, rádióműsorokat és kapcsolódó egyéb anyagokat láthattok. Felhívnám a figyelmet arra, hogy például az idegen nyelv tanításához is vannak televíziós műsorok, illetve korábbi az érettségre való felkészítés során készült televíziós műsorok is elérhetők innen. Érdemes a korábbi gyűjteményeket is megnézni, mert például a külön gyűjtemények menüpontban a Minden Tudás Egyeteme is elérhető, vagy a tematikus gyűjtemények között, mert két történelmi téma is szerepel, kiegyezés és dualizmus és az első világháború. És tovább megyünk a Magyar Nemzeti Levéltár tartalmaira. Magyar Nemzeti Levéltárnak hatalmas gyűjteménye van eredeti iratokból, oklevelekből, különböző anyakönyvi, születési, halotti, házassági anyakönyvi vonatokból, amelyeknek a feldolgozása folyamatos a levéltárban. Nagyon, nagyon jó elképzelések fogalmazódnak meg a tekintetben, ezt a rendkívül színes, gazdag gyűjteményt hogyan lehetne az oktatás számára hozzáférhetővé tenni. Jelenleg is készül például családfakutatással, címertannal, illetve első világháborús veszteséglistával kapcsolatos oktatási aloldal. Most azokat szeretném nektek bemutatni, amelyek már most is hozzáférhetők. Ilyen például az oktatólapok. Az oktatólapokon három történelmi témát
dolgoztak fel, és ahhoz gyűjtöttek levéltári anyagokat. Nagyon izgalmas megoldás a rendszerváltozást eredeti dokumentumok alapján feldolgozni. Ha erre az aloldalra kattintok, akkor láthatjátok, hogy tanulmányok, iratok, filmek, hangok mellett fotók és plakátok is látható. Mindenképp ajánlom figyelmetekbe, remek kutatómunkára ad lehetőséget. A másik kísérlet a Merre járt Mátyás király oldal, amely a Mátyás király által kibocsátott okleveleknek az adatait dolgozza föl egy GPS koordinátás megjelenítés segítségével Magyarország térképén. Ez egy idővonal is társul, mely lehetőséget ad arra, hogy egy adott évre rákeresve megnézzük, hogy abban az évben hol bocsátott levelek, okleveleket Mátyás király. Ha rákattintunk egy-egy ilyen jelölésre, akkor abba is belemehetünk, hogy ennek milyen részletei vannak, és le is tudjuk ezt a dokumentumot akár tölteni is. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális gyűjteményei közül a Magyar Elektronikus Könyvtárat már nagyon sokan használják. Most egy-két olyan oldalra hívnám fel a figyelmet, amely talán nem annyira ismert számotokra. Elkészült a Korvináknak az oldala, amely ezeket a csodálatos műalkotásnak számító műkincseket dolgozza fel, olyan módon, hogy a történetüket, érdekességeket közöl, videókat láthattok, 3D-s kiállítást tudtok például megnézni, ami nagyon-nagyon izgalmas kirándulást jelenthet például a Korvinák világában. Például arról láthatunk videót, hogy nem készült egy korvina. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az USK-nak van egy jeles napok nevű gyűjteménye. Minden hónapban összegyűjtötték a nemzeti ünnepekhez, egyházi ünnepekhez, jeles napokhoz, kiemelt magyar napokhoz, világnapokhoz, nemzetközi napokhoz, különböző eseményekhez, mozgó ünnepekhez kapcsolódó szövegeket. Most aktuális lehet például az anyák napi gyűjtésük, amelyet külön ajánlok figyelmetekben. Még egy oldalra szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a Mesék Mátyás királyról. Ezen az oldalon is több hetet, akár hónapokat is el lehet tölteni, mert egy nagyon színes válogatás látható Mátyás király meséiről, vagy Mátyás királyról szóló mesékről, például Krizai Ildikó gyűjteménye mellett Kóka Rozália, vagy Galeotti Marci írásai, hangzó meséket is hallgathatunk itt, Mátyás királyról bibliográfia és tanulmányok szerepelnek, vagy például a galériában Jankovics Marcell rajzait lehet megtekinteni, és Mátyás királyról készült portrékat és illetve műalkotásokat. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár digitális aloldalai közül az én könyvtáram projektnek az eredményeit bemutató a program fejlesztést szeretnék figyelmetekbe ajánlani. 90 mintaprogramról olvashattok. Elsősorban szövegértés fejlesztésre vonatkozó programokról van itt szó.
amelyekhez egy PDF formátumú módszertani támogatás, illetve egy kis YouTube videó is csatlakozik. És több mintaprogram, digitális kompetencia fejlesztésre is alkalmas, mint például ez a digitális történetmesélés tabletek segítségével. Részletesen leírja, hogyan készíthetünk ilyen típusú alkotást. A továbbiakban még néhány aggregátor oldalról szeretnék nektek beszélni, ilyen például a Hungarikána. A Hungarikána a magyar közgyűjtemények gyűjtő oldala, ahol csarnok, könyv és dokumentumtár, térképek, építészeti tervek, levéltár, vagy a Zenetudományi Intézet hangarchívumának gyűjteménye is elérhető. Én ezek közül most a Budapest időgépet emelni, amely egy nagyon érdekes szolgáltatás térképeken, levéltári iratokon, régi fotókon, illetve téginformatikai adatbázisokban úgynevezett időmetszet szerint tud keresni. Tehát meg tudjuk azt nézni, hogy mondjuk a mi utcánk ezelőtt 20-30 évvel, hogy nézett ki, vagy a városközpont. Tehát ha van róla adat, akkor azt itt ez a rendszer dobja. A következő oldal az Európána. Ez európai gyűjteményeket fogja össze, és arra hívnám fel ezen belül a figyelmet, hogy van egy tanároknak szóló menüpont, rendkívül gazdag kínálatot nyújt angol nyelven, tematikus egységek köré szervezett virtuális tárlatok, nagyon sok aktivitás, nagyon izgalmas témafeldolgozások, történelmi, kultúrtörténeti, művelős történeti, természettudományi tartalmak is szerepelnek itt. Ugyanakkor például olyan megoldásokat is érdemes figyelni, amik sokszor például pályázati felhívással is összefüggnek, hogy mondjuk egy-egy műalkotásból gifet lehet készíteni, vagy a már a kollekcióban szereplő gifeket például meg tudjátok osztani. A videotórium oldalán pedig témakörökhöz gyűjtött előadásokat nézhettek meg, melyek elsősorban konferenciákon hangzottak el. Ezt nektek a személyes fejlődésekhez, illetve a felső oktatásban résztvevő számára tudom meleg szépen ajánlani. Végül pedig, hogy hogyan tudják ezeket a tartalmakat bevinni a mindennapi oktatási gyakorlatba, hogyan tudtok kedvet csinálni a közgyűjteményekhez, ehhez mutatnék nektek egy digitális tanösvény készítő alkalmazást. Az Easily-t. Az Easily oldalra, ha beléptek, regisztráció után ingyenesen is nagyon sokféle lehetőség elérhető. Az infografikák kínálata nagyon széles. Láthatjátok, nagyon sokféle alapot tudunk kiválasztani ahhoz a tervhez, amit szeretnék létrehozni. Én most az itt látható alapot választottam ki, és minden egyes objektum, ami egy-egy ilyen alap vizuális tervezőn rajta van, változtatható. Tehát a forma, a szín, a kép lecserélhető, és minden szöveg, az útvonalak is változtathatók benne. Ami miatt digitális tanösvény készítésére alkalmasnak tartom, azaz, nagyon egyszerűen tudunk egy-egy objektumhoz hiperlinket társítani. Én például itt
a forráshelyek alá ültettem be azokat a linkeket, amelyeket már nektek is megmutattam Mátyással kapcsolatban. De láthatjátok ide a Mátyás meséket, az életrajzzal kapcsolatban betettem, vagy a Korvinák oldalát az OSK-tól. Négy témakör köré szerveztem, az életrajz, a művészet, a kódexek és a filmek. Ezért aztán alkalmas arra is ez a grafika. Csoportmunkában dolgozták föl, mondjuk négy csoport dolgozta föl, a bejárási vonalak szabad felhasználásával ezeket az ismereteket, és készítsenek belőle mondjuk egy prezentációt, egy vlogot vagy egy blogot, amelyet aztán a többieknek is be tudnak mutatni, így aztán az egymástól tanulást is, mint nagyon hatékony tanulási formát be tudjuk tenni a tanítási gyakorlatba. Azt is el tudom képzelni, hogy például ilyen típusú interaktív grafikát készítetek a gyerekekkel. Ezen kívül arra is gondoltam, hogy bizony többször szembesültetek azzal, hogy egyébként a leírását nem biztos, hogy minden szavát értik a gyerekek, ezért el tudok képzelni például olyan házi feladatot, amikor a gyerekek kiemelik azokat a fogalmakat, neveket, korszakokat, amelyek nem világosak számukra, vagy amelyek kapcsolatban szívesen végeznének kutatókat, és így gyűjtenek filmeket, szöveges tartalmakat, zenéket, illetve képeket, és akkor mondjuk a beadandójuk egy ilyen linkgyűjtemény lesz, ahol minden egyes részlet mögött egy általuk felfedezett ismeretelem közgyűjtemény szolgáltatásként látható. Most pedig búcsúzó szeretném, ha újra fölmennétek a menti.com oldalra, írjátok be 23204-es kódot, és arra vagyok most kíváncsi, hogy az itt elhangzott oldalak, bemutatott oldalak közül melyik tetszett nektek a legjobban. Úgy látom, hogy nagyon hasznosnak bizonyult ez az előadás számotokra, mert gyakorlatilag minden oldalt, amit említettem, most prezentáltatok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai webináriumban. A múzeumok, könyvtárak és levéltárak bezártak ugyan, de az online térben minden nyitva van. Vigyétek el ti is a tanulóitokat egy virtuális kiállításra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!